Üdvözöllek benneteket! Révész János vagyok. Tartsatok velem ebben a éjszakai Dunaparti riportban is. Egy-két érdekességet szeretnék közölni. Tehát van itt egy ilyen, felírtam, hogy Zugtátos csatornája. Ebben majd tekintsetek bele. Az igazság, hogy Ázsdi Kis Imre, Kisfaludy Gyuri, meg én benne vagyunk, velük beszélgetek azért. És erre majd fog válaszolni, erre is, Molnár F. Árpád, vele is szoktam beszélgetni személyesen. És a következőt még a figyelmetekbe ajánlom. A őrület határán, innen is túl. Jó? Az őrület határán, innen is túl. Ott pedig Erdélyi Ágoston fog beszélni egy filmen. Az egy régebbi film. Ott a filmet majd húzzátok, a csúszkát majd, azt hiszem 51-esen van valahol a vége fele, ott a 3 Erdélyhez húzzátok, és ott majd ott megláthatjátok, hogy milyen szinten van jelenleg a nemzet, hogy egyetemi végzettséggel mit értenek az emberek, és mit nem értenek a filmből. Jó? Úgyhogy, és akkor a Molnár F. Árpi csatornáját pedig ott láthatjátok, hogy best, így gépeljétek be, hogy, na hát itt egy kicsit árnyékos, best of Molnár F. Árpád, Vati Balázs, jó? Vati Balázs csatornája. Ott tudtok tájékozódni. Na. Szóval ez a két dolog, ami fölhívnám így nagyjából a figyelmeteket. Érdekes dolgok voltak ezek a földrengéses témák. Úgyhogy még egy pár nappal ezelőtt az íróasztalomnál csak úgy imbolygott alattam a szék. És tegnap délután is érzékeltem, itt a székemen üldögéltem. Nagyon szeretek lejönni este meditálni. Úgyhogy nagyon érdekes a Dunapart. Most nincs teli hold. Mi rákok szeretjük az éjszakát, mert akkor van fönt a hold. Ugyebár hát rák, vegyétek le a K-betűt, rá, ré, ez a napistennek a neve. Július igazából a napisten hava. Na a lényeg az, hogy Gyuri, Ázsdi Kis Imre, vele is beszélek, Gyurival is. Fönt vagyunk ezen a Zugtátos csatornán, érdekes. Úgyhogy minket már nem lehet megsérteni. Mindenkit csak olyan szinten lehet megsérteni, amennyire primitív. Azért ezt illő tudni. Úgyhogy hát, a teremtés pedig igazából nem tudni kell, hanem látni, ugyanis a képzelőerő messze több, mint a tudás. Jóval erősebb a tudásnál. Hát az nagyon erős intelligencia kell. A képzelőerő az valami óriási. Indiában, az aranytemplomban azt mondják a főpapok, hogy aki látta a fényt, ne felejtsétek el. És abban minden benne van. Milyen furfangos ez az egy mondat, hogy aki látta a fényt. Na most ott benne van az idő szerkezetétől kezdve a csillagászat, asztrológia, a metafizika, minden. És ők csak így mondják, hogy aki látta a fényt. Puh. Aranytemplom. Volt már, hogy a főpap bekapcsolódtam egy élőadásukba, aztán érzékelte, hogy ott vagyok, és magára fordított a kamerát ott az aranytemplomban, és integetett. Nagyon klassz. Vagy lámozóp a Rinpoche, amikor elküldtem a prófétás festményt. Az oroszoknál tartott konferencia beszélgetést. Akkor sikerült átküldenem a festményt. Ott pedig van egy trükkje, hogy beírtok választ, és a saját beírásotokra válaszoltok. És képzeljétek el, a óriási kivetítőn megjelent a nagy proféta festmény. A Rinpoche csak nézett egyet, és mondta, hogy ó, hát igen, nagyon érdekes. Rengeteg kitüntetés küldtek már meg jelvényeket.
tehát magyarul mondva érzékeli a titkosszolgálatok, hogy üzentem nekik. Úgyhogy a Shanghai Dori Limpa Timpuból nagyon érdekes keleten azért. Keleten a kolostorokban több mint 20 kolostorban vagyok bent. Amikor azt mondják, hogy fölvettek a 5 moderátor és űrlapot kell kitölteni, az azt jelenti, hogy ott nem moderátorok vannak, hanem a titkosszolgálat ül bent. Hát ők se hülyék. Úgyhogy mindenre odafigyelnek. Nagyon érdekesen működik ez a világ. Azok a titkos dolgok, amit átlag embereknek fogalmuk nincs, az azért létezik. Én mindig azt mondom nektek, nézők, hogy legalább a lélek létezésének nézzetek utána, jó? Ott van a Lélegzengése című könyv, azt én föltettem a YouTube csatornára, és legalább annyit nézzetek meg, hogy ott van a Lélegzengése 34-es oldaltól a 43-as oldalig, ott lapozzatok bele. Ott legalább azt, hogy mi lehet a lélek. Legalább rájöttök, hogy miért néztek ki a fejetekből. Ugyanis a 3-as és 4-es kamra között ott kis csápokkal kapaszkodik egy fénymag. Ezért vagyunk a magnépe, ne felejtsétek el. Igen, ám csak most már rá kell vennem a tanítókat, hogy fejezzék már be azt, hogy ember, állat, növény, rovar, ebben van csak lélek, hanem az égitestekben is. És onnan kirepkednek. Hát ezen megy most a dolog, hogy azok a tanítók, akik még nem találkoztak, ők nem szívesen nyilatkoznak olyanról, amit még nem láttak közelről, vagy esetleg nem tapasztalták. Úgyhogy majd megpróbálom őket rászedni, hogy tartsunk ilyen Skype-os beszélgetéseket. Úgyhogy hát ezt a legnehezebb, mert azok, akik ott kint, hogy mondjam, nagy termekben tartják az előadást, hogy így a lélek, meg úgy a lélek, igazából ők sem láttak lelket saját szabad szemükkel. Legalábbis nagyon kevés esélyt látok rá. Olyan, hogy égitestből kiszálló fénymagot, arkangyalt, amivel találkozhatnak, az pedig egyenes kétlem. Tehát az ilyen arkangyalok vagy Isten az, hogy személyesen meglátogasson a teremtményt, annak nagyon kicsi az esélye. Úgyhogy hát érdekes az, hogy egyébként ez egy nagyon nagy terre, amikor az embernek ómjellel meg ómlélekkel kell élnie a Földön, és látom a teremtést, és az idő szerkezetét, és tudjátok jól, hogy öten vagyunk, akik ómjelesek, most már legközelebb lefilmeztetem a hátamat a tassal, megmondom, mert bemutatjuk ezt a... Egy ilyen barna golyóról van szó különben, na de a lelket meg nem lehet látni, ami jelölt, az meg ómlélek. Na most gondolhatjátok, hogy amikor sétálok az emberek között ezzel a névvel, hogy Ré, tehát a Napisten nevével, ómjellel, ómlélekkel, hogy mi a fenét gondolhatok magamba. És a titkosszolgálat meg folyamatosan teszi a cetliket mondjuk a kocsimnak az ablaktörlője alá, meg megfigyelés van, meg mindenféle franc. Tehát ez kikerülhetetlen. Úgyhogy nagyon érdekes. Ez nem kis teher egy embernek. Hát a Bibliában is erről beszél az Isa próféta. Őt is Jézusnak nevezték, aztán közben igazából Isa próféta az Isató partján prédikált. Indiában született, Srinagarban. Ott született ő, meg ott is halt meg öregkorában. Igazából ő sem tudott, tehát nem tudta nyilvánosságra hozni, hogy mi a fenétől lett ő igazából proféta. Buddhának 400 millió hívője van, aztán igazából nem derült ki, hogy valóságban találkozott a legyőzhetetlen Napistennel. Ettől lett ő a nagy Buddha. Nem ismerik mondani ezt az emberek. Igazából, hogyha valakiről kiderül, hogy ezt elmeri mondani, azt azonnal elkezdik hajkurászni. Hát ne felejtsétek el, akik... Tehát, hogyha ahol a jó megjelenik, ott a romboló munkáját megkezdi a gonosz. És ez egyenlő arányban működik. Hát igen. És ezért volt az, hogy Elvis, amikor nagyon Elvis Presley nagyon nagyra tört, akkor már 40 pár évesen meg is halt. Vagy John Lennon, vagy Mohamed Ali, a nagy boxoló, akiről már beszéltem nektek, 38-39 éves korában alig bírt beszélni. Úgyhogy na mindegy, tehát nekem a mesterem annyit mondott, Jani, nem hozzuk ezt nyilvánosságra így, mert ha már megtettük volna, már rég nem élnél. Úgyhogy én jó érzem magam itt a Dunaparton, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Szóval a földrengéseknél mozgott alattam a szék, éreztem. Na jó, most én nem félek ettől, vagy nem vagyok ilyen megijedve, ez természetes dolog, mozognak a kéreglemezek, kiszivattyúztak az olajat, meg a sok gázt. Úgyhogy, tehát akkor tekintsétek meg azt, hogy best of Molnár F. Árpád, Vati Balázs csatornája, oké? Meg azt, hogy Zugtátos csatornája. Úgyhogy, és az pedig az, hogy az őrület határán innen is túl. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Sziasztok!